Köszöntöm a korhatártalanul nézőit, és önök megszokhatták, hogy mindig olyan vendégeket hívok, akik nekem valamiért kedvesek, de most az önök kérésének is eleget tettem akkor, amikor Jakubcse Gabriellát hívtam vendégségbe, bizony. Komolyan? Erre nem is gondoltam. Igen. Mert ha hívsz, én jövök. És ez nekem nagyon jó esik. Gondoltál-e már arra, mert hogy ugye nemrég egy kerek évfordulón te is túlestél, én is túl fogok ebben az évben egy igen kerek évfordulón túlesni. Gondolkodtál-e azon, mi lenne, ha valaki most már úgy kezdene beszélni Jakubcse Gabrielláról, hogy a legendás televíziós, meg a retro televíziós. Szerintem rólunk már nem így fognak beszélni. Gondolod? Mert ti legendások voltatok, mert a televíziózásnak egy olyan időszakában is alkottatok, vagy voltatok a képernyők előtt, ahol az élet részévé váltatok. De most pont, talán még én elcsípek egy korosztályt, de valamelyik nap mentem tréningezni egy helyre, ahol olyan 30 körüliek voltak a HR-esek. És ők még rajtunk nőttek fel, rajtam nőttek fel, de mondjuk már a 18-20 éveseknek ez semmit nem fog jelenteni, hogy én mondjuk milyen műsorokat készítettem. Míg ugye a te korosztályod egy hosszabb időt tudott nagyon jelentősen a képernyőn lenni. És én sajnálom az utódaimat, akik még ennyit se fognak kapni ebből, mert annyira elaprózódik tulajdonképpen akkora a zaj, a média zaj, hogy nagyon nehéz benne kiugrónak lenni. Na hát, de azért neked alaposan sikerült. Még egy picit itt maradva ennél a kerek évfordulónál, ugye olvastam, hogy, és tetszik, hogy így 40 körül azt mondtad, hogy 40 körül most már elkezdődött a B oldal. Bizony. Szerintem 40-nél kezdődik, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk adunk magunknak 80-at, de azért jó adjuk lenne, még annál többet is. Akkor 10 év múlva 80 akkor mondta, hogy 45-nél kezdődik. Igen, az már szóval, hogy az jobban hangzik. De hogy tulajdonképpen az életünk nagy része még ezek szerint akkor kezdődik, amikor már tulajdonképpen a karrieredbe kezdenek leírni. És ez nagyon kegyetlen. Nagyon kegyetlen, nem csak a mi karrierünkben, hanem alapvetően a kort nagyon rosszul kezelik. Engem azt hiszem 30 évesen is fiatalítottak, volt olyan műsor, ahol esküszöm neked, nem 30, de mondjuk 35 voltam, amikor helyettem 19-20 évessel próbálkoztak egy műsorban. Tehát ez mindig egy kamuduma, hogy így mondjam, mert hiszen férfiakat is fiatalítanak, meg különböző pozíciókból rugdosnak ki, de ennek számos oka van. Én most, hogy vállalatoknak dolgozom, mindig előszeretettel készítek interjút HR-esekkel, hogy magyarázzák meg nekem, hogy mi ebbe a jó, hogy állandóan a fiatalokkal kezdenek. A fiataloknak amúgy is van terük és helyük, tehát ezzel nincs probléma. Csak hogy egy bizonyos korosztály tudása hol devalválódik el. Mikor én elkezdtem foglalkozni ezzel a korhatártalanul témával, akkor azt mondtam, nem kell, hogy tudd, mindig téged meg Szilinórát említettelek, mert azt mondtam, hogy nektek már meg fogják bocsátani az igen. idősödést. De akkor ezek szerint... Hát én ki fogom harcolni. Ennyi a különbség, hogy én pofátlanul azt mondom, hogy na álljon már meg a menet. Hát én fizetem azt a pénzt, amit az én gyerekem a reklámozóknál elkölt. Én vagyok az, aki a fizetőképes kereslet még, meg az ötvenesek. Tehát tessék egy picit hátrébb húzódni, és tessék ezzel a korosztállyal foglalkozni, mert teljesen kiszorultunk sok helyről. Ezt én mondhatom, aki tulajdonképpen 30 évig napi műsort készítettem, tehát bennem a világon semmilyen, és hidd el, semmilyen hiányérzet nincs. Tehát én mondhatom azt, hogy nem maradtam le semmiről, megcsináltam mindent, na de hát miért kéne, hogy most abba hagyjam? Hát kapcsolj az Amanpourra, vagy menj a CNN-re. Hát nálam lényegesen idősebb kolléganők ülnek ott, és csinálnak remek interjú műsorokat.
Mindennek megvan a maga helye, ahogy nem az én helyem van bizonyos showműsorokban, ahova meg előszeretettel hívnak, mert az viszont nagyon jó pofa, hogy egy idősebb nő kivágott ruhába dobálja a lábát, nem mindenkinek áll jól. Én például tudom, hogy nekem nem áll jól, még ha a virgácsaim nem is rosszak, de hogy mindennek megvan a maga funkciója, hogy én nem azt mondom, hogy kor meg nem kor alapján kellene választani, hanem mondjuk talán a hozzáértés alapján. Vannak bizonyos televíziós műfajok, ami bizonyos kornak áll jól, és van olyan, ami már nem nekem áll jól, már nem nekem kell a csodálatos csirivili ruhákba, főműsoridőbe, elképesztő energiával beleüvölteni a kamerába, mert ez már megvolt. Mint ahogy persze most valamiért bevillant az olasz nagy showban is, korunkbeli nő nyugodtan, simán, elegánsan vonul, úgyhogy... A 20-as, 30-asok mellett? Így van. Tehát, és ez a csodásan tudják ezt keverni. Így van. Mi szem előtt vagyunk, de azért te is találkozol korunkbeli, korodbeli nőkkel, különböző szakmában, legyen az, nem tudom, orvos, legyen az bármilyen szakmát, bizony, sorolhatnánk, ahol megérzik a munkahelyen ezt a partvonalra való terelgetést. Persze, és akkor még egy mondat így a kor kapcsán. Én azt szoktam mondani, hogy minket nem azért kell tisztelni, mert ennyi évesek, persze, vagyunk amennyi, hanem a tudásunk, a tapasztalatunk, a tanulni vágyásunk ebben a korunkban is. Hát nézd, akkor jó harcos éveket, igen, kívánok neked, én ezt már rég eldöntöttem, hogy szerintem... én nem fogom be pörös számot, és szerintem beszéljünk egy kicsit arról, igen, hogy nem lehet kivonulni az életből, és ez egyébként igaz a másik oldalról is, tehát itt nem csak arról van szó, hogy hátrányosabb helyzetben indul a munkaerőpiacon mondjuk egy 40 fölötti, vagy egy főleg egy 50 fölötti, vagy mondjuk egyesből visszajövő, vagy akár a mi szakmánkban egy nem szépen idősödő, nem is tudom mi az, hogy szépen idősödő, de a szépen idősödő sem indul jól. Tehát, hogy ebben is még ez sincs. Hanem arról is szó van itt, hogy nagyon sokan föladják. Tehát én a másik oldalt is szeretném egy picit megpiszkálni, hogy ne akarja már állandóan mindenki nyugdíjba menni, mert már nincs. Tehát ne várd azt az időt, amikor majd nem fogsz kelleni, mert egyszer úgy is bejön az, hogy nem lesz energiád, vagy nem érted a világot. Tehát, hogy annyira gyors a változás, hogy ennek a rizikófaktora bizony benne van, hogy mi már nem biztos, hogy mindent fogunk érteni, de azt a szegmenst, amit jól tudunk, ott még nagyon jókat lehetne csinálni. Igen. Jól érzed magad ezen a B oldalon? Nem volt időm ezen gondolkozni, Judit, mert 46 voltam, amikor született a lányom, és már jócskán a B oldalon voltam akkor is, pedig akkor még ugye az A oldalnak számítottam, mert hiszen azt mondják, hogy amikor még egy gyereket születik, akkor te még az A oldalon vagy, de már az a B oldal volt valójában. Én is későn szültem, talán nem ennyire, de azért abban az időben akkor ez még idősnek számított. Az, hogy az embernek gyereke születik, az olyan energiát ad, ez olyan igen, aktivitást ad, tehát egy 50 körüli nő kezd lelassulni, igen, kezdi feladni is akár, igen, az önbizalom, de hát neked erre esélyed nem volt egy kicsi lányjal. És még sokáig nem is lesz szerintem, még sokáig nem is lesz. Mert egy kamasz gyerekkel még, hát ezt te pontosan tudod, nekem nagyon észnél kell lenni. Menni kell, kelni kell, jönni-menni kell, és tudod mit? Volt egy pár hónap, amikor így nem volt dolgom, vagy kevés dolgom volt, és hát szétcsúsztak a napjaim. Tehát azt érzem, hogy te jó Istened, mit csinál az, akinek nincs dolga? Tehát az én férjem ez mindig azt mondja, hogy ha nincs, én csinálok magamnak, és tényleg így van. Tehát úgy érzem, hogy akkor megáll a nap. Pedig én szeretek lelassulni, ahogy beszélgettünk mielőtt indult a felvétel, imádok egyedül lenni, átgondolni dolgokat. Azért, hogy utána elinduljak. Tehát, hogy célom legyen, valamilyen célom legyen. És ez nem kor kérdés, ez mentalitás kérdése. Én nagyon, nagyon, nagyon öreg 30-as, 40-eseket is ismerek, akik fele ennyit sem akarnak az élettől. Tehát én inkább arra bíztatnék mindenkit, hogy valamilyen módon találja meg a helyét. Akkor inkább erről beszéljünk, hogy hol a helyed. Mennyit akarsz, mennyit bírsz, és mennyit tudsz. Egyáltalán ez a mániám, ez a valamikor el kell jönni annak a pillanatnak, hogy tükörbe nézni, és most nem is a
valóságos tükörbe, csak hogy megállni, hogy akkor hol is tartok az életben, igen, mit akartam fiatalon, ott tartok, nem, igen, tartok, és ugyanígy arra bíztatok mindenkit, hogy lehet ebben a korban is, még az én koromban is lehet valami olyat csinálni, kitalálni, kitűzni. Hát látod, itt ülünk. Persze. Hát látod, itt ülünk. Hát erről van szó, vagy Judit, pontosan erről van szó, hogy akkor azt csinálod, ami neked érdekes. Uh-huh. Azt hívod meg, aki neked érdekes. De csinálod a dolgod tovább, uh-huh, és nem arra vársz, hogy valaki ezt megteremtse. Hát ezt én már azért szoktam mondani, ez számomra már egy játszadozás. Igen. Tehát, de igen, mondjuk nagyon szeretem, van, igen, aki velünk tart, igen, és ez a lényege. Milyen érdekes, ugye te színésznőnek indultál el. Hát két aztán... éven volt benne, igen. Azért az nem kevés. Hát sőt, pont az a két év volt, képzeld el, ami alatt a szakmát akkor megtanították. Mert az úgy volt a színművészetén, hogy az első két év volt a szakmai órák, és harmadik, negyed évben küldtek ki, akkor lehetett elmenni színházakhoz gyakorlatra. Tehát az első két év tulajdonképpen a mesterképzés, a színész mesterség képzése volt. És én azt az első két évet, azt tulajdonképpen végigcsináltam. Tehát amikor jöttek volna a gyakorlatok, én akkor mentem át a bölcsészkarra. De milyen érdekes, ez most villant be ez a kérdés, mert mást akartam ennek kapcsán kérdezni, és meg is fogom kérdezni, hogy annak vetted később valami hasznát? Óriási. Nekem, én ezt a mi szakmánkban szinte kötelezővé tenném, ezt a fajta képzést. Ha nem is ilyen szinten, mint ami akkor a színművészeti volt, de az, hogy én egy testtudatos emberként állok a kamera elé, és ezt értsd úgy, hogy nekem nem kell azzal foglalkoznom, hogy mi látszódik, hanem csak azzal, hogy miről akarok beszélni. Nem kell a szavakat keresni, tehát az, hogy beszédtechnika, az, hogy tánc, az, hogy akrobatika, az, hogy színészmesterség, mozgásóra. Tehát az, hogy én egyszerre tudjak valamit csinálni, és közben beszélni, de közben máshova figyelni, ezt a major úgy megtanította nekünk két év alatt, hogy annyi helyzetgyakorlatot kellett csinálni, ahol az egyik kezembe egy tányért pörgettem, a másikkal ütni kellett egy dobot, és egyébként egy verset kellett mondani. Tehát ez a háromfelé figyelés egy ilyen típusú térben látásban, ami egy nagy stúdió, most nem ez a stúdió, ahol ketten beszélgetünk, hanem ahol mondjuk van öt kamera, ahol elkezdek egy mondatot, átvágok a másikba, oda megyek, de visszatalálok hozzád, és még mindig a mondandómban lehetnék. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek technikai kérdések. Ezeket meg lehet tanulni, ezt bárki meg tudná tanulni. Az, hogy rá tudj beszélni egy súgóra, például egy írott szövegre, hogy ne azt mondd, ami ott van, ha nem azt akarod, és visszatalálj gondolatba. Tehát ez egy olyan technikai képesség volt, vagy képzettség volt, aminek én óriási hasznát veszem, és nézd meg a Liptai Klaudiát, hogy mekkora hasznát veszi, és nézd meg, mondjuk nem akarok színészeket mondani, mert egy bizonyos idő után viszont átvált a dolog, mert aki kötött szöveghez szokott, annak nagyon nehéz utána a saját gondolatait mondani. De hát én még azt nem szoktam meg. Tudod, szoktam ezen elgondolkozni, és még mindig megvan a kérdés, jó, amit szeretnék, tartogatom. Ne engedd magad kizökkent. De szoktam elgondolkozni azon, hogy mi a nehezebb, hogy egy színész a színpadon, és mindenkitől elnézést, igen, és mély tiszteletem a színművészet, egy kötött szöveget, egy rendező által odállított produktumot, vagy ülök itt, vállalom, hogy ilyen vagyok, így gondolkozom, ezt mondom ki. Tehát ezen szoktam, nem tudom, te gondolkoztál valaha ezen? Nehéz ügy, mert neked az egész személyiségedet kell vállalnod, amikor ide beülsz, meg nekem, amikor kérdezünk, neki pedig egy alakítást kell nyújtani. Én ezt például ezt a kettőt összekevertem, tehát nálam ez volt a legnagyobb probléma, hogy én mindig magamat játszottam, és amikor főiskolás, uh-huh, voltam, és ez egy nagyon nagy hiba, hogy én mindig magamba kerestem, hogy én ilyen vagyok-e, vagy olyan vagyok. Nem. A színésznek nem kell olyannak lennie, el kell tudnia hitetni, hogy ő olyan. Uh-huh. És ez egy nagyon nagy különbség, és ezt akkor 20 évesen nem tudtam, és majdnem belehaltam. Uh-huh. Tehát akkor, amikor
reposztás van, és nekem mondjuk nem a Júliát osztják, hanem a Capuletnét, akkor 20 évesen szabályosan összeomlottam. Júlia se lettem volna jó, mert ugye rettegtem, hogy te jó Isten, hát én meg aztán inkább a Hernádi Juditot szívesebben eljátszottam volna, mint a Júliát. Tehát, hogy nem ebből kell kiindulni, hanem abból, hogy át tudsz-e lényegülni, meg tudod-e érteni annak a személyiségét, annak a szerepnek, meg annak a figurának, én nem tudom megérteni. Mert én annyira magam vagyok, hogy lehet, hogy én nem lettem volna jó színésznő, sőt, biztos, hogy nem lettem volna olyan jó színésznő, mint amilyen jó színésznőket én tisztelek, szeretek. És akkor most végre eljutottam a kérdésemhez, ugye, hogy a színésznőnek megbocsátják az idő múlását. Igen, sőt, igaz? A legjobb szerepek akkor jönnek, ahogy öregszik valaki. Így van. És a képernyősnek, most maradjunk a képernyőnél, már nem annyira. Nem, egyáltalán nem, szerintem. Nem tudom miért. Mert nem látnak mintát. Szerintem, mert nem látnak mintát. Ha látnának embereket idősödni, változni a képernyőn, akkor toleránsabbak lennének, és elfogadóbbak lennének saját magukkal is. Ha azt üzeni a média, hogy te egy bizonyos kor után ne legyél látható, akkor a környezeted is így fog kezelni. A színész, ugye a világirodalomban csodálatos időskori szerepek vannak. Csodálatos. Tehát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy színésznőnek lenni fiatalon és öregen jó. Közötte van a nagy baj. Igen. Közötte baj van. Tehát ott 10 évek is kimaradhatnak szerepbe egyébként, mert ott csak főszerepek vannak, és mellékszerepek nincsenek. A mellékszerepek karakterszerepek. És az igazán nagy színésznőből ugye kevés van, tehát ott nagyon sok színésznő hal bele a 30-as, 40-es éveibe, amire végre jó karakter lesz belőle. Hagyjuk a kort. Éppen eleget beszélgettünk róla. Ugye te rádióztál is, most majdnem csúnya szót mondtam, orvérzésig tévéztél is, igen, és írsz is. Igen. Na most melyiket miért szeretted, vagy szereted csinálni? A rádió nekem nagyon nagy szerelem volt, és mostanában nagyon hiányzik. Yeah. Nagyon hiányzik, de a társas rádiózás hiányzik. Uh-huh. Tehát nekem az az interakció hiányzik, amivel mi egymást tudtuk, inspirálni, bár az egy borzasztó kötött formátum volt. Tehát ugye ott mindenkinek békjóba táncoltunk, azért egy szót ejtsek erről a műfajról, a Balázsék mondjuk, akik ugyanezt csinálják, vagy a Bocskor, akik 20 éve, meg 15 éve hajnalonként ezt csinálják, az egy olyan elképesztő tiszteletet érdemlő műfaj, amit nagyon kevesen tudnak, hogy ez milyen nehéz. Én ezt 5 évig, majdnem 6 évig csináltam, és nem véletlen, hogy nincsenek nők. Nem nagyon vesznek be, próbálkoztak nőkkel, nagyon kevesen bírták, a Claudia bírta egy darabig, én bírtam sokáig, ő is nem tudom hány évig, de utána nem nagyon, mindenki csak jött-ment tulajdonképpen ebben a műfajban. De azért, mert nincs meg az a humor, vagy nincs, nem olyan éles az esze, nem vág annyira, néz bele olyan, nagyon nehéz volt ott is megtartani a distanciát, hogy te egy nő vagy, a bizonyos övönaluli dolgokban nem néz bele, akkor mi a szerepköröd. Szóval nagyon nehéz a leosztás, nagyon nehéz a szereposztás a hármasban, a reggeli hármasban egy nőnek. De szerintem azért nagyon sok a fiúkat, azért nagyon felpesdíti, hogyha ott van egy nő, még akkor mindegy, hogy hány éves. De ebből voltak gondok, tehát ott azért nagyon könnyű egy poénnál övön alól ütni, vagy tiszteletlennek lenni egy nővel, még egy férfinél az jó pofa reggel. De a rádiót azt én nagyon-nagyon szerettem, egy idő után fizikailag nem bírtam, azért nyilván azért nem, mert esténként még viszont egy vetélkedőt vezettem, tehát este a főműsor időben ment a vetélkedő, a Most vagy Soha, és reggel a kapucsinó, tehát az az életemben egy olyan embertelen időszak volt, hogy embertelen volt. De a rádiót nagyon szerettem. A rádió még egy utolsó, nem akarom húzni az időt, akit sokáig rádiózik, az nagyon pontosan megtanul fogalmazni, meg leírni egy szituációt. Tehát az, hogy kép nélkül föl tudj dobni egy poént, tudj egy témát földobni, lehozd a labdát,
közbe jár az agyad, hogy hogy fogod leütni, és annak legyen egy tanulsága is, és még el is tud repíteni a témát úgy, hogy a vége egy kacaj legyen, az egy nagyon nagy ritmusérzék és fogalmazás, és ez nagyon sokat segít a tévézésben. Ezt akartam mondani, hogy valószínűleg nagyon onnan sokat áthoztál ide. A tévézésben mit szerettél, vagy szeretsz? A látszódást, nem az én látszódásomat, hanem én most is azokat a tévéműsorokat keresem, ahol látvány van. Mert a YouTube csatornákon is az a probléma nekem, aki vizuális típus vagyok, hogy rádiózunk. Uh-huh. Tehát, hogy döntsük el, hogy rádiózunk, hogy azért, mert kamera van bent, az még nem biztos, hogy tévé. Tehát másrészt meg nagyon szeretem az egyidejűséget. Tehát én például nagyon szerettem, és együtt is vezettük a napközit, meg a reggeli műsorokat, ahol egyszerre ott, és abban a pillanatban történik meg azt valami. Imádtam. Élőzni én nagyon szeretek. Élőzni. Ahol ott egyszerre van kép, hang. A televízió az az egyidejűség nagy műfaja. És ugye ma már ettől egyre inkább elrugaszkodunk, hiszen már csak a híradó vagy a hírműsor, ha és amennyiben az élő, és a reggeli maradt meg. Tehát a televízióban én nagyon szeretem azt a soksíkúságot, ami ide beszélek, oda, de közben ott jön egy zene. Tehát, hogy van egy csodálatos műfajnak találom, amennyiben ez. Uh-huh. És azért nagyon sok külföldi tévét nézek, ahol formátumokat nézek igazából. Engem az izgat. Közbevetni, hogy én nagyon szeretem az ilyen nagyon egyszerű beszélgetést, igen, mert a néző, a te szemvillanásodat, a mosolyodat, a reakciódat, igen, tehát ugye én még Vitrain nevelődtem, igen, aki csak ült és mesélt, de nyilván te már egy következő korosztály én már egy, vagy. Igen, tehát én már képzeld el, hogy az utóbbi években úgy is tévéztem, és erre is voltam késztetve, hogy 5-6 percenként már szinte van egy ilyen dob bennem, hogy váltani kell, már menni kell tovább. Tehát én annyit kereskedelmi tévéztem, hogy ennek a ritmusa már bennem van, hogy egy hosszabb beszélgetésnél már én tudom, nem csak hallom, mert én megszoktam, hogy az én fülembe már akkor kiabálnak. Tehát, hogy akkor én tudom már a ritmusát a szerkesztésnek, hogy ezt én mehetek tovább, de ki fogják vágni. Látod, itt most ne doboljon neked senki, mert itt azt élvezem, ugye neked már a füledben, nekem meg a kamera mögül mutatták, hogy ugye kerekítsem a beszélgetést, de én itt most lubickolok, azt csinálok, persze, amit szeretnék és akarok. Írás. Abban mit szeretsz? Hiszen most már a hatodik könyv? Hát azért készül. Ez komoly. Figyelj, én majdnem mindig azok a dolgok jöttek be nekem, ami ellen tiltakoztam az életemben, és ez nagyon érdekes, hogy most már hallgatok nagyon a tiltakozásaimra, hogy ha már nagyon óckodok valamitől, akkor abba bele kell vágni. Mert az valamiért az azzal nekem dolgom van. Nem titok, 2016 a köztévétől való eljövetel. Ott a szakmához való hozzáállásom, meg a morális átgondolás az egy nagyon fontos dátum az én életemben, mert én tényleg azért voltam a közszolgálati televízióban, mert elhittem azt, hogy értéket közvetít, és én bizonyos értelemben közszolgálati nő vagyok. Ne értsd félre. Ami a gondolataink, tehát amiket, hogy én már más formában csinálom, mint te, az azért van, mert, persze, mert az én már egy kereskedelmi televízióba szocializálódott más generáció vagyok egy kicsivel. De alapvetően nagyon nagyra tartom a közszolgálatot, óriási jelentőséget tulajdonítok annak, hogy vannak bizonyos funkciók, amit kötelező közszolgálati televízióba jól megcsinálni. Mindegy, hogy mennyien nézik. Jól, és politikától függetlenül, mert közszolgálat. És akkor nekem nagyon el kellett gondolkozni, nem felejtettem el a kérdésed, az írás. Akkor több kiadó megkeresett, hiszen balhé volt belőle, óriási botrány volt, és talán sokan nem gondolták, hogy egy olyan televíziost, mint én, aki naponta egy nagyon nézett és nagyon sikeres műsort vezet, és minden hétvégén ugyanazon a csatornán egy szórakoztató műsort, főműsoridőben, mi a fene baj lehet velem? Politikai szerepet nem vállaltam. Talán ez is. Tehát sok minden gondolhatnak, hogy mi baj lehetett, de nem volt. Tehát én mindenkinek elmondom, még konfliktusom se volt senkivel. Tehát nem volt olyan, hogy én az asztalra csaptam volna, és valami nézeteltérésem lett volna. Van mögötte egy üzleti történet, meg van mögötte sok-sok nem szimpátia kérdése, szóval sok minden volt abban, de ott akkor
nagyon sokan megkerestek, hogy írjak róla könyvet. Én egy valamit elhatároztam, biztosan nem fogok botránykönyvet írni, és biztosan nem fogok bulvárkönyvet írni. Tehát nem fogom azt a tudást, ami a kollégáimról rendelkezésemre áll, soha üzleti kincsét tenni. És akkor ezen el kellett gondolkoznom, hogy viszont mit írnék. És egy kiadó volt, ez a Jaffa kiadó volt, aki tényleg elképesztő érzékenységgel próbált engem arra rávenni, hogy ő nem arra kíváncsi, hogy ebből botrány legyen, hanem arra kíváncsi, hogy én mit élek át, és hogy látom a világot e tekintetben, ami velem megtörtént, és azok a történetek, amiket én a Ridikülbe is feldolgoztam, azokból mit lehetne csinálni. És akkor elkezdtem írogatni. Először magamnak. Először csak úgy, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy tényleg tulajdonképpen egy csomó minden van, ami engem érdekel. Nem küzdöttél azzal, mert én amikor írok, főleg kezdetben nagyon küzdött, én könnyen beszélek, könnyen gurulnak elő a szavak, de amikor le kell írni. Nagyon küzdöttem, és még egy valamitől küzdök, az most is van, hogy nagyon őszintén jön ki belőlem, de amikor látod visszaolvasva, akkor nagyon kell vigyázni, hogy az a fajta őszinteség, az még egy gesztussal megtoldva, egy szemvillanással megtoldva érthető, az a mondatban nem ugyanazt jelenti. És ezt viszont meg kellett nagyon nehezen tanultam meg, hogy sokszor kell elolvasnom, és nagyon pontosan kell fogalmaznom ahhoz, hogy a szemvillanásomat vagy a gesztusomat ne lehessen félreérteni, vagy úgy lehessen érteni, ahogy szánok. Igen. Nagyon belejöttem, nagyon megszerettem. Figyelj, a hatodik könyv itt nagyon néhány megszerettem, év alatt. Mert most már pontosan tudom, hogy amit nem mondok el, azt írom le, és amit leírok, azt nem feltétlenül viszem be a televíziózásba. A beszélgetésekben, hiszen, hát én nem tudom, te összeszámoltad, hogy... Van egy füzetem, vezetek mindenki. Hány emberrel beszélgetek? Figyelj, minden műsort leírok, minden műsornál összeszámolom, hogy mikor kezdődött, mikor van vége, hány adásom volt, és hány emberrel készítettem interjút. Milyen jegyben? Ja, én bak vagy, a húgom is bak, akkor bak. Tudom, hát ez jellemző. Figyelj, amikor kismárosnyi ember fordul meg egy évben nálam egy talk show-ban, egy évben, ugye egy adásban volt 8 ember, mondjuk csak a Jakubcsek Pluszban, de én 20 éve talk show-t csinálok. Most már ugye 30 éve televízió, tehát majdnem 30, mert azért a kvízbe is 2-3-4 játékos ült benne egy székben, és vele is föl kellett venni a kapcsolatot. Hát megyeszékhelyek. Jézus! Megyeszékhelyek. Nem érezted úgy néha, hogy atya úristen, futószalag, vagy mi inspirált, hogy... A történet. Engem mindig a történet érdekel. Tehát amikor én leülök valakivel, akkor nekem van egy elképzelésem az ő sztoriáról. Általában ez nem igaz, amit mondasz, viszont vannak bizonyos emberek, akiknek a története és kisugárzása számomra annyira negatív, hogy azt nagyon nehéz átkonvertálni magadba, hogy te pozitívan állj valakihez, akiről egyébként magánemberként, hangsúlyozom, magánemberként, megengednéd magadnak azt az érzést, hogy ne szeresd. Ezt én nem engedhetem meg magamnak. Én nem engedhetem meg magamnak, hogyha ott ül abba a székbe, ne szeressem addig, amíg ott van nálam. És ezt nagyon nehéz meglépni, hogy én nem magánember vagyok. És amikor átküldik a névsort, hogy ki jön be, akkor én nem minősíthetem, hogy miért a nem tudom ki jön be, hazudik. Én ezt gondolhatom Jakubcsek Gabriella otthon, de nem gondolhatom Jakubcsek Gabriella, mint riporter, nem gondolhatja azt, hogy ő hazudik ebben az esetben, mert nekem úgy kell odaülni hozzá, mint hogyha nem sejtenék, és nem is gondolnék mást. Legalábbis én ezt követem. Az, hogy készültél, és nagyon készülős vagy, bakjegyű. Igen. És nyilván szerkesztők is segítették a munkádat. De az, hogy abban az 5 percben, abból az emberből mit hozol ki, és hogy hozott ki, és ki tudod-e hozni? Tehát ezekkel így hogy voltál? Én nagyon szeretek csapatba dolgozni. Tehát szinte nem is tudnék nem csapatba dolgozni, képzeld el. Tehát az, amit most te csinálsz, ez egy nagyon nehéz dolog.
Én vagyok a valaki. Mert a te családban. Vagy a valaki. Igen, nekem nagyon fontosak a szerkesztőim, és én nagyon nagy hálával tartozom, és minden a műsorban elmondom, hogy én nem tudtam volna egyik műsort sem megcsinálni, hogyha nem olyan emberekkel és olyan csapattal dolgozom, akikre minden egyes alkalommal szívesen gondolok vissza, mert akire nem, az elment. Tehát mindig kezdődik egy műsor, akkor sokan kezdjük, és marad egy maga végére. Tehát igenis sokan lemorzsolódnak, sokan nem bírják esetleg az én pipifaszosságomat, hogy még este 10-kor bekérek még 3 anyagot, nem elégszem meg azzal, ami ott van, de hát úgyis 6 percet fogsz beszélgetni. Na pont ezért. Mert abban a 6 percben nekem pontosan arra kell figyelni, tehát én nem kezdhetem úgy, hogy vagy. Mm. Érted? Hanem nekem tulajdonképpen a tárgy már a közepébe. Én médiász lesz a közepébe kell elkezdeni, még akkor is, ha eljátszom, hogy nem tudom. De már én tudom, nekem ki kell provokálnom abban a 6 percben, ezért föl kell rákészülni. Ezért én sok szerkesztőt sírba kergetek. Álltál föl valaha úgy műsorból, hogy hát most ez nem jött össze? Persze. És dühöngök. És hívom a szerkesztőmet, és csapkodok, hogy ezt nem csináltuk meg jól, ez nem volt jó, ezt miért nem néztünk utána? És mindig azt mondják, hogy de hát majd nézd meg összevágva. Mert tényleg van olyan, hogy a vágott anyag jobb lesz, mint ahogy fölálltál. De az elégedetlenségemen ez nem változtat, hogy én nem azt csináltam, amiért leültem. Azért most arra gondolok, hogy egy szerkesztő és egy kamera előtt ülő között micsoda bizalomnak kell lenni, hogy te megcsinálod a magadét, és rábízod, és akkor majd ő vagy jól, vagy rosszul, de... Sokszor egyáltalán nem úgy, ahogy én gondolnám. Mm. Tudod, hogy milyen borzasztó nehéz, amikor napi talk-sort csinálsz például, visszanézni egy adást, és te tudod, hogy te jó Isten, hát ez benne volt. Miért nincs benne a vágott anyagba? Hát, hogy én biztos nem ezt raktam volna bele, hanem azt. De ezt át kell tudni adni, tehát én egy béranya vagyok ebben az esetben, ezt muszáj kimondanom. Tehát sok múlik rajtam, hisz anya vagyok, de nem egyedüli. Tehát nem én vagyok. Szemben vannak olyan kollégáink, akik nem így gondolkoznak. Uh-huh. És mondhatom ám a Friderikuszt is. Tehát ők egymaguk intézményekké váltak. Én sose szeretnék intézmény lenni, mert valahogy a nőiességemet meg is szeretném tartani. Tehát nem bírok nő-férfi, férfi-nő lenni egyszerre. Márpedig ez ezt feltételezi. Tehát én nem tudom magam kontrollálni és elengedni. Ilyen nincs. Uh-huh. Van, persze jár az agyam, de kell a külső szem, és sokszor van olyan, hogy a szerkesztő más gondol, mint én. És esetleg attól jobb lesz a... És sokszor volt, hogy jobb lett, és neki lett igaza. Uh-huh. És ezt el kell fogadni, hogy ez egy csata-csata. Tehát itt nincs mese. Ha sokáig valaki, két ember egymásnak feszül, abból nem lesz jó műsor, tehát ott valakinek döntenie persze. kell, de a belső csatározások szerintem egészségesek egy műsorban, és én mindig el is mondom, hogy ha én pampogok valamiért, azt azért teszem, hogy holnap jobbat csináljunk. Nem azért, mert te rosszul csináltad, hanem mert magammal is elégedetlen voltam. Ahogy leültünk beszélgetni, egy kifejezést használtál, hogy na, én már jól ki... Hogy is? Kibeszélgettem magam? Kibeszélgettem magam az életbe, igen. Kibeszélgeted, és hogyha most valaki azt mondaná, hogy Gabriella jöjjön, és akkor beszélgessen. Semmi baj nincs vele. Szívesen beszélgetek. Egy valami érdekes, hogy felesleges beszélgetésekben nem bonyolódok bele. Nem tudom, hogy ezt el tudom-e mondani, de... Na, kíváncsi vagyok, hogy... Nem keresem a csacsogás lehetőségét, akkor inkább így mondom. Tehát nagyon szeretek hallgatni, napközben sokat olvasni, jövök, megyek, de feleslegesen nem állok lebeszélgetni. A feleslegesen mi a felesleges? Uh-huh. Megengedem magamnak, hogy ne érdekeljen mindenki már a magánéletben. Drágám, ez is az idősödésnek egy óriási pozitívuma, felértékelődik az idő, és lehet Igen. nemet mondani Lehet nemet mondani. Viszont ami nyilván nagyon hiányzik, az, hogy most nem tudom azt megtenni 6 vagy 8 hónapja, hogy ami viszont nagyon érdekel, azt így vagy úgy, de becsempészem a műsoromba. És én ezt megszoktam, hogy én tényleg mindig arról beszéltem, ami engem érdekel. Tehát így vagy úgy, de becsempésztem, vagy a valakit, vagy a valamit, ami engem érdekel. És most gyűlnek ezek, gyűjtöm őket, a témákat és az embereket egy
nagy-nagy notezba, mint ahogy a hátrahagyott témáim is még itt vannak. Tehát hogy nagyon sok talkshowba egy valamit bedobtunk, elindítottunk, vannak emberek, akiknek csodás története van, és nem tudom leütni a labdát. Tehát ezeket még így gyűjtögetem, hogy nekem egyszer még oda vissza kell térni arra, meg arra, meg arra. Szándékosan nem akartam a köztévéből való eltávozást hosszabban, bővebben. Azt te kudarcnak élted meg azt a kirúgást? Adtaknak, tehát egy érthetetlen gazemberségnek éltem meg, én kimondom ezt. Mert én nem az az ember vagyok, akivel nem lehet leülni, megbeszélni valamit, nem az az ember vagyok, aki áthágja a szabályokat, nem az az ember vagyok, aki politizál vagy ellenpolitizál, nem az az ember vagyok, aki forradalmat csinál, én egy munkakutya vagyok. Uh-huh. És nem tudom elképzelni, hogy ha egyéb más okok álltak, gazdasági okok emögött, akkor miért nem lehetett ezt velem megbeszélni? Vagy más rendszer szintű dolog, nem tudom. Tehát én nem az az ember vagyok, akit ki lehet rúgni. Nem tudom, hogy érted-e. Nem az az ember vagyok, akit ki szoktak rúgni. Nőként sem, meg emberként sem. Tehát nincs olyan dolog, amit nem lehet tisztességesen megbeszélni az én pozíciómban. Tehát akkor én egy olyan helyzetben voltam, aki egy hónapban 38 műsort készített. Talán Kemény Dénestől hallottam először ezt, hogy nem a sikerből, hanem a kudarcból vagy a nehézségből lehet igazán tanulni. Te abból mit tanultál meg? Hogy nem mértem fel, hogy, milyen helyen vagyok, és nem mértem fel, hogy ott hogy kellett volna viselkednem. Már amikor megtörtént, ami... Nem, már előtte kell, nekem látnom kellett volna, és nem láttam. Tehát, hogy éreznem kellett volna a közeget, és föl kellett volna mérnem, és csak dolgoztam, és csak dolgoztam, és nem mértem fel, hogy itt nem erről van szó. És azért nagyon hibáztatom magam, hogy ennyire naív voltam, rettenetesen naív voltam ebben a dologban, sokkal dörzsöltebbnek kellett volna. És most már dörzsölt vagy? Nem, de növesztettem egy szemet a hátamra, mint Szemes Jankó. Vagy nem fordítasz hátat senkinek. Hogy... Szóval nem, nagyon fontos dolog az, hogy kikkel dolgozol, az nagyon fontos. Az nekem nagyon fontos. Hát ezzel magam is így vagyok, meg szerintem mindenki... De van egy időszak, amikor ezt nem mérlegeled, hát a feladatot, A feladatot nézed, meg a szerződést nézed. És aztán egyszer csak az ember körbenéz, és azt mondja, hogy ide kell még egy dolog, kikkel és milyen közegbe fogsz dolgozni, mert ha nem olyan közegbe fogsz dolgozni, akkor az megmérgez. És egy mérgező közegben dolgozni az halál a produkcióra. És hát ezt látom. Tehát ezt látom, hogy mi lett, meg mi van, meg emberek hogy dolgoznak, milyen félelemben és milyen rettegésben. Direkt beazonosítottam egy 5 generációs családba. Igen. Vagytok ti, vannak a fiaid, igen. Van az Emma, igen. És vannak a kicsi unokáid. Igen, tehát és én az anyukám. És az édesanyja, na így jött ki az 5 generáció. Igen. Hogy te hogy látod, hogy tudsz lavírozni, kinél hogy tudsz megfelelni? B-oldal. Ez a B-oldal. Szerintem nincs még egy társadalom, ahol a nőkre ilyen elképesztő teher hárulna, és nem akarok negatív lenni, hanem hogy az erről muszáj beszélni. Tehát, hogy egy nőnek mondjuk 40, 50, 60 évesen még a 80 éves szüleit kell gondoznia, de kitolódott a szülés, tehát még kicsi gyereke van, de közben van felnőtt gyerekem, de közben péntekenként palacsinta sütő nagymama vagyok, és egyébként estére még lehet, hogy föl kell öltözni, és el kell menni valahova nőként, dolgozni. Tehát ez egy borzasztó nehéz dolog, és attól, hogy a szociális háló nálunk azért nem egészen működő, tehát amikor... Finoman fogalmazok, mert máshol Európában ez jobban működik, és nem a máson van a hangsúly, hanem hogy érjük el ezt, én is ezt szeretném, hogy biztonságba tudhassam az édesanyámat, hogy biztonságba tudhassam az unokáimat. Tehát nagyon nehezen lavírozok, ha ezt kérdezed. Iszonyatosan próbálok megfelelni annak, hogy egy kicsit itt, egy kicsit ott, egy kicsit amott. Ebből persze sok baj is van, mert valójában olyan nagyon nem tudsz sehol ott lenni.
Tehát nem vagyok igazán nagymama, nem vagyok eleget az édesanyámmal, amikor ott kéne lenni, a férjemet ritkán látom, ha ő is dolgozik. Egyedül a lányommal vagyok nagyon sokat, mert az életet úgy alakítottuk ki, hogy én még főállásban, igenis anya vagyok, és én ehhez ragaszkodom, hogy a késői gyerekkel az utolsó pillanatig együtt lehessek. De megmondom neked őszintén, belegebedek. Ebben a részében belegebedek. Egy kicsit a kérdésemben az is benne volt, hogy ugye itt a felsorolt különböző generációkkal másképp kell bánni, nyilván az édesanyáddal teljesen más, hogy az Emma már teljesen más, mint a fiaid. Igen? Igen, mert hol van olyan, hogy gondolj bele, hogy átölelsz majdnem 40 évet. Tehát, ha nekem valamiféle gondom van, akkor tudok egy 30-astól tanácsot kérni, egy 15 évestől, és akár egy 88 évestől is. És azért ez nagyon érdekes. Ez nagyon érdekes. Tehát tulajdonképpen én hívogatom is őket adott esetben. És szeretek is belefolyni ott a tekintetben az életükbe, hogy nagyon respektálom a fiaimat ott, ahol vannak, és sokszor kérek tanácsot tőlük például, akár a jogász fiamtól, akár a sportmenedzser fiamtól, aki nemzetközi projekteket visz, és máshogy rendszer szinten máshogy gondolkoznak, mint én. Ez érdekes. És te mennyire vagy ennek a családnak, mint az olaszoknál a mamma, tehát mennyire vagy középpontban, és mennyire tőled indulnak ki, és nálad csapódnak le? Hát nézd, akinek fiai vannak, az nem lehet kimondottan mamma, csak kimondatlanul lehet mamma. Tehát erre nagyon kell vigyáznom. Erre nagyon kell vigyáznom. De valójában az, hogy a családot összetartsam, tehát hogy legyenek olyan események, ahol beszívom őket hozzám, az én vagyok. Az én vagyok. Tehát az, hogy havonta legyen egy olyan esemény, ahol mi összegyűlünk, ahol ott van az anyukámtól az unokáig, az egyik fiam, másik fiam, egyik menye, tehát ez én vagyok. Ez csak nálunk van igazából rendszeresen. Onnantól kezdve én már osztom a lapokat, hogy akkor melyik fiúhoz mikor mehetek, melyik unokával mikor lehetek, melyik nagymama mikor lehet a melyik unok. Akkor kockás füzet, és akkor jön a kockás füzet, de ezt én szervezem. Ezt a részét én szervezem. De akinek fia van, annak hátrébb kell lépni, az agarakat hátrébb kell húzni. Adjuk tanácsot a nézőknek, mert a környezetemben is, és ha akarsz, mondasz erre valamit, ha nem, akkor nem. Azt tapasztalom, hogy valahogy a menyek valahogy valami történik velük, hogy ez a kedves aranyos lány, amíg együtt járnak, mikor aztán biztosak a dolgukban. Tehát mit tanácsolsz azoknak az anyáknak, vagy anyósoknak mondjuk így, akik szenvednek attól, hogy a menyükkel nem találják meg az összhangot, tehát hogy egy normális hétköznapi együttműködést. Hogy van-e erre valami tanácsod, vagy ötleted, vagy... Hát én úgy vagyok mert ezzel... Mert ez egy nagyon komoly... Nagyon komoly. Ha csak a környezetembe kezdeném most sorolni, és szomorú vagyok, mert az unokát fosztják meg a nagymama jelenlététől. Igen. Hát figyelj, én azt gondolom, hogy nekem, mint anya, az a dolgom, hogy mindig én indítsam a kapcsolatfelvételt, tehát én erre nagyon figyelek, hogy fölajánlom, szükség van rá, vagy nincs szükség rá. Legfeljebb pampogok, hogy nincs szükség rá, vagy pampogok, hogy miért úgy van szükség rá, de az a dolgom, hogy a következő héten újból fölajánljam, ha jót akarok magamnak. Ez egy ilyen funkció, de most megfordítom ezt a dolgot, nekem van egy lányom is. És hogy mit fogok tanácsolni a lányomnak, hogy bánjon majd az anyósával. Ez lesz az érdekes, mert szerintem azért innen is kéne nézni ezt a dolgot, hogy vajon a lányainknak hogy eresztettük bele ebbe a dologba, hogy miért van az önbizalom hiány, vagy a túlzott önbizalom, vagy... Tehát, hogy én inkább a lányos részről, az én lányom részéről kezdek el ezen gondolkozni, hogy tudnék neki abba segíteni, hogy azt megértessem vele, hogy ha te rosszba vagy az anyósoddal, akkor a család életed is rossz lesz.
Tehát itt egyszerre több embert nyírsz ki azzal, hogy te az egódat fitoktatod, és próbálsz győzködni egy egyébként olyan emberrel szembe menni, akivel nem kell, hanem inkább használd. Tehát használd az anyósod, hogy jó, de szépen, tehát a szó jó értelmében szeretném ezt mondani, tehát, hogy használd ki a segítségét. Én mindig azt mondom, hogy én sehol nem lennék, ha nekem az anyósaim nem segítettek volna. Ezt így hidd el, ahogy én mondom. Tehát a Máté Gábor édesanyja, Rozika, aki végigcsinálta velem az egyetemet, minden héten, akkor, amikor oda telefonáltam, ott volt a fiúknál. A másik nagymama, a nagypapának a második feleségével együtt felváltva, karöltve jöttek babysitterkedni, vagy a mostani házasságomban az anyósom, aki nem volt olyan telefonhívás, hogy ne ugrott volna, amikor hívtuk, és nem a szemrehányást küldte felénk, hanem csak akkor jött, amikor hívtuk. És biztos voltak hiányai, sose mondta, de feltétel nélkül rendelkezésre állt. Akkor inkább így mondom. Tehát én olyan hálával gondolok az anyósaimra, hogy én meg fogom próbálni a saját gyerekemet arra nevelni, hogyha békét akarsz, akkor ne nyomorítsd meg a férjedet, mert egy férfit arra kényszeríteni, hogy haragba legyen az anyjával, az borítékolt házasság megromlás. Tehát ilyet nem lehet egy fiútól kérni. Ez olyan, hogy fordítsd meg. Te az édesanyád, de rosszban lennél, ha valaki... Nem. Tehát ha bármi ilyen aknát valaki elhelyez egy családba, annak vállalni kell a következményét, hogy az körbe fog mérgezni. És szerintem inkább erről kell beszélni, hogy ezt valahogy megértetni személyek lebontása nélkül, és ez igaz az anyósra is, ne tegyen be aknát, mert akkor az a házasság fog tönkre menni. Tehát itt ez egy stáb. Igen, ha hozhatok egy ilyen példát, ez egy stáb, ahol ha nem értek egyet a szerkesztőmmel, nekünk azt a produkciót akkor is le kell tennünk, mert adásba megy. Uh-huh. És ez meg maga az élet. Igen. Azt tudod, hogy nagyon sokaknak hiányzol. Nem tudom, édes Judit, de aranyos vagy. Nem aranyos akarok lenni, hanem nagyon sok felé jövök, megyek, és azért téged nagyon sokan szeretnek, és azt a fajta minőséget hiányolják, amit te képviselsz. De akkor ezek szerint ezzel így foglalkozz? Én is kapok ilyen visszajelzéseket, borzasztó jól esik. Én azt mondom, hogy nekem az a dolgom, hogy közvetítsek A és B pont között. Tehát nekem az a dolgom, hogy az olyan dolgokat kérdezzek meg, vagy amit esetleg a hétköznapi ember nem tud megkérdezni, de szeretné a választ hallani valakitől. És ez nekem hiányzik. Tehát ez a műfaj hiányzik. És ezt mindegy, hogy toksónak hívom, vagy hangnemnek hívom, de az emberek közötti összehozó műfaj, az nekem nagyon hiányzik. Most deklarálunk, szórakoztatunk, vagy híreket mondunk. Keresed az utat valamerre? Igen, persze. Uh-huh. Egyfolytában keresem az utam, de már nehezen mozgok, mert szeretném szívből csinálni, ahogy te is, ahogy te mondod, hogy már nagyon fontos, hogy én már nagyon sok jó műsort csináltam, nagyon sok jó stábbal dolgoztam, hogy nagyon szeretnék valami olyat csinálni, ami a stábnak is fontos, tehát, hogy valami olyan csapattal valamit csinálni, tudom is, hogy mit, vagy tudom is, hogy miket, vagy tudom is az irányokat, de nem vagyok üzletember, és kell magam mellé olyan embereket is keresni, akik ezt a hímnőségtől engem megkímélnek. Mm. Sokan kérdezték, hogy és miért nem vagy producer? Jó, lehet, hogy egyszer producer leszek, de nekem akkor is szükségem van társakra. Én nem hiszek abban, hogy lehet egyedül hosszú távon, emberi sérelmek nélkül, tehát belerokkanás nélkül valamit létrehozni. Jó stábban lehet csak. És az nagyon nehéz most összehozni. És az fölmerült benned, hogy mondjuk, ha soha többé nem televízióznál. Ez nem mindig fölmerül. Akkor mit csinálnál, ami a szíved szerint való tevékenység? Akkor is valami ilyesmit csinálnék, akkor is mondanám valahol. Igen. Érted? Ez... teljesen mindegy, hogy tévé vagy nem tévé. Tulajdonképpen nem is a tévé az érdekes, hanem az, hogy azt, ami az emberben van, meg amit olvas, azt valahol tudja hasznosítani. Tulajdonképpen ezt csinálom, amikor tréningezek, ezt csinálom, amikor írok. Tehát keresem ezeket a kiugrási lehetőségeket, meg nagyon sokat olvasok, és mindig azt nézem, hogy mi való most nekem.
Tehát mi az, általában az való nekem, ami engem is érdekel most. Most például mi érdekel? Mit olvasol? Hogy lehet érdekel? Kihozni ebből, ebből az életszakaszból, amikor az ember ilyen szendvics generáció, mint amilyen én vagyok, a szendvics-szendvicse, kicsi gyerek, középső, nagy, hogy lehet életminőségben, mentális életminőségben azt kihozni, ami a maximum. Ez most így egy lózungnak tűnik, de szerintem ebbe vészel mindenki. És nem én fogom kitalálni a spanyol viaszt, hanem szerintem egy olyan közbeszédbe kell belefolyni, egy olyan dolgot kell elindítani, ami erről szól. Hát most dobtad fel. Anyós menj. Ennyire egyszerű az élet. Tehát a görög drámákban minden benne van. Ez is. Még egy, és aztán elengedlek, hogy az utazások, mert azt látom, ugye én is a követőd vagyok, és látom, hogy igen, hogy csak az azt nagyon... csinálnám. Aha, menjünk együtt. Jó. Mit szeretsz az utazásban? Hogy belehelyezkedek más emberek életébe. Tulajdonképpen ugyanazt csinálom, mint amikor ülök valakivel, és a történetét megkérdezem, de az, hogy az érdekel, hogy ugyanazt a függönyt máshol hogy rakják föl, amit én itthon így rakok föl. Érted? Hogy él? Hogy éli az életét? Lehet-e másként élni? Más kultúrák érdekelnek, más életmódok érdekelnek, más ételek érdekelnek, más viselkedés érdekel. Hogy lehet még az egy életből százat csinálni? És azt csak úgy tudom meg, ha oda megyek és megnézem, hogy ő ott miért csinálja másként, mint én itt? És lehet, hogy jobban, vagy rosszabbul, és az is lehet tőle elhatárolódni, és akkor haza ők se szól, hát, hogy én mennyivel jobban csinálom, ez is egy dolog. De iszonyatosan kíváncsi vagyok az életre, nem tudok mást mondani neked. Meg a szép tájakra nyilván. Tehát, ha most tehetnék, ha jön egy jó tündér, és lenne olyan nagyon-nagyon sok pénzem, akkor biztos, hogy egy pár évet csak utaznék. Azt mondtad az előbb, hogy mert nem kezdhetsz úgy egy beszélgetés, hogy na és hogy van. Igen. Én a végén azért így megkérdezem, hogy ha úgy mindent egybevetünk, akkor hogy vagy? Szerintem én kereken vagyok. Én kereken vagyok, nem. Én most nem tudok neked panaszkodni. Semmire nincs panaszom. Biztos mindenre lehetne azt mondani, hogy ezt így kéne, ezt úgy kéne, de megyek és csinálom. Igazából én már úgy vagyok vele, hogy már annyiszor letettem a pontot a mondat végén, hogy hát most megint elindítok egy új mondatot. Lehet, hogy nem ugyanazt folytatom, amit eddig csináltam, de már indítom is el az újat. De már egyszer letettem egy pontot, tehát ugyanoda már nem akarok visszamenni. Valami új lesz, valamit fogok csinálni, és töröm a fejem állandóan, és hívom a barátaimat, és mondom a vadabbnál vadabb ötleteimet, és aztán hát, ha lesz belőle valami, agyára megyek a családomnak. Na, hát akkor ez legyen még sokáig így, és hosszabbítsuk meg azt meglátjuk. A B-oldalt jó pár évvel, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt voltál, Gabi, jól esett veled beszélgetni. Elérkeztünk a beszélgetésünk végére, és nagyon örülök, hogy itt voltál nálam, és szeretnélek meglepni, a Finn Klub az én műsoraim támogatója, segítője. És ez szépen, neked fontos az egészség, igen. Kívül belül, úgyhogy ezt kenheted, bármit megeszem, és felkenek, ha azt ígéri, hogy nekem attól jobb lesz. Igen, ettől biztosan, úgyhogy örülök, hogy itt voltál, használd egészséggel. Szépen.